Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Kört látják most először, nem Pécsről, hanem Hosszúhetényből, az Almalomból jelentkezünk. Mai műsorunkban megnézzük az Ivaral kiállítást, Hitre Imola fotóit, valamint a holnap című diákszínjátszós előadást, és bemutatkozik a Gilead zenekar is. Végül pedig a programajánlóval búcsúzunk. Tartsanak velünk! Kezdjük egy tehetséges mohácsi fotós lánnyal. Hitre Imola, aki a Nagy Lajosban fog érettségizni, a Nappaliban mutatta be a MOME felvételére készült fotóit. Kezdődött, hogy ugye elhatároztam, hogy akkor művészeti irányba szeretnék tovább tanulni, és Budapesten a Mohai Nagy Művészeti Egyetemet találtam meg elsőként, meg már nagyon régóta érdekelt is, és úgy van, hogy ott három fordulós gyakorlati felvételi van. Az első fordulóra van kiadott téma, és ezt mondták meg március elején, ez volt a ki, hol, mikor, és ezt ilyen szabad bármilyen asszociációkban meg gondolatokkal lehetett kivitelezni, és hát arra készültek a képek. Ez a 8, ami itt van a falon. Imola ebben a sorozatban nagyon személyesen jeleníti meg a generáció közötti különbségeket, feszültségeket és a múltfeltárást. Hát a kivitelezés az elég bonyolult volt, mármint így megkérni anyukámat és a nagymamámat, hogy ebben működjenek közre. Kicsit meredek volt így nekik elsőre, de nagyon szívesen vállalták és így mindent megtettek, hogy összejöjjön. Főleg így a meztelen testnek van egy olyan része, amit így nem az, hogy manapság nem elfogadott, csak azért megdöbbenti az embereket, hogyha ilyeneket látnak, például művészeti munkákban, vagy ilyesmi, és szerintem azért fontos hangsúlyozni, hogy ez akármilyen dolog is azért létezik, és teljesen más, mint fel lehet fogni, nem csak az ilyen, úristen, ott egy meztelen test. Üveglap a határokat jelöli a generációk között, meg hogy az embernek is vannak saját határai, amiket át kell lépnie, de főleg a generációk közötti kapcsolat elválasztó, meg összekötő is egyben, hogy az üveg ugye átlátszó, és azért így valamilyen szinten ismerjük a múltunkat, meg a jövőnket, vagy hát a jövőnket nem, de a múltunkat, és de mégse tudjuk, hogy pontosan mi, és vannak határok. Ezért az üveget azt azért elég kifejezőnek találtam ehhez. A színek, hát nem tudom, nem szeretek nagyon fekete-fehérbe gondolkodni, meg a színes dolgok mindig is közelebb álltak hozzám, meg hát a világ színes. A sorozat elkészítésében mestere Marsalkó Péter volt segítségére. A képeken látszik ennek hatása, hiszen egy rendkívül átgondolt és összetett sorozatról van szó. Sokkal inkább ilyen lelki és önismereti hatások voltak azok, amik így tőle jöttek, mert például az ilyen technikai tudás
az is nyilván fontos ehhez, de sokkal fontosabb volt az, hogy átéljem ezt a témát, meg kitaláljam, és mélyebben elgondolkodjak rajta, hogy mit is jelent, és hogy így tudjam ezt megvalósítani a képekben. Szóval ebben nagyon sokat segített, hogy beszélt rengeteget, beszél hihetetlenül sokat. Én meghallgattam, és akkor tényleg rávezetett, hogy ez nekem miért fontos, mit jelent ez nekem. Szóval inkább a háttere, és az önismereti dolgok az, ami segítettek így. A kiállítás részét képezi még ez a néhány kép, melyek korábbi fotói, de ugyanúgy a felvételire kérték. Imola fotói a felvételiző bizottságot is megfogták Pesten, már csak az utolsó fordulón kell túl lennie, és egyetemi szinten tanulhatja a fotóművészetet. Bemutatkoztak már nálunk hardcore, kalózmetál és egyéb metalzenét játszó zenekarok. Most következzen egy Pécset már 8 éve létező black metal zenét játszó zenekar, a Giliát. Nem sokára megjelenő albumuk kapcsán beszélgettünk velük. Mielőtt az aktuális dolgokról kezdünk beszélni, tisztázzuk, hogy a black metal milyen ága a metal zenének. Black metal az alapvetően skandináv eredetűnek mondott természeti filozófiákat alapvetően, mindenféle ilyen vallás megtagadó dolgokat képviselt az elején, 80-as évek végén, 90-es évek elején. Napjainkban már inkább úgymond művészi vonalnak tekinthető egy-két ágazata, ami ágazatunk az inkább a vadabb, ilyen agresszívabb zenei részeket tartalmazza. A zenekar énekese és alapító tagja Lázár Tamás mindig is ebben a műfajban érezte magát otthon. Mint engem választott ez a műfaj, ebben találtam meg azt a kiteljesedést, ami nekem kellett, és már jó régóta ebben a műfajban és stílusban mozgok, írok, próbálok alkotni. Az elmúlt 7-8 év alatt sok számot írtak már, de az elmúlt másfél évben határozták el, hogy létrehoznak egy nagy lemezt. 2009-ben csináltunk egy promóciós kislemezt, és annyiba is maradt, nem nagyon erőködtünk vele, és egy másfél éve, hogy csináljunk egy nagy lemezt. Ez volt a terv, neki is álltunk, és szép lassan elkészülgetett, most már a végső keverések zajlanak. Ezeket a dalokat folyamatosan írtuk a zenekar létrejötte óta, és ezért talán egy pici különbség van is így a dalok között. Folyamatosan próbálunk újítani a zenében, nem csak szándékosan, hanem azért vannak, amik hatással vannak ránk. Igen, yeah. Sose tagadtuk, hogy az általunk nagynak tartott zenekaroktól úgymond nyúlunk ezt-azt, és igazából szerintem ebből kifolyólag lett nem klisés, mert sose próbáltunk újat hozni, nem törekedtünk az egyediségre, aztán valahogy mégis viszonylag egyedi lett, ahogy hallgatjuk a többi, leginkább hazai lemezt. Aki szereti ezt a stílust, az meghallgat egy másik lemezt, egy akármilyet. Lehet, hogy lesznek bizonyos témák, rímusok, amik hasonlóak, az fog eszébe jutni róla, de úgy összességében mégsem. És a hangzásban sikerült egy viszonylag egyedit kialakítanunk, amit Peti András hangmérnök barátunknak, aki nagyon sokat kísérletezett velünk, foglalkozott velünk, hogy jó legyen. Tehát neki köszönhetően sikerült kialakítanunk egy olyan hangzást, ami nem egy ilyen túl steril, letisztázott modern hangzás, de nem is egy ilyen túl koszos, régies hangzás, hanem egy olyan, amiben van kellőképpen dög is, benne van az agresszió, de benne van az a lágyság is, ami kell ahhoz, hogy az emberi fülnek kellemes legyen a zene. Nem
nem csak a zeneiségük mentén válogatták az albumra dalaikat, azok szövegei is fontos szempont volt. Igen, hát miután hosszú idő alatt írtuk meg ezeket a dalokat, a szövegek nem egy konkrét koncepciót alkotnak, de azt el lehet mondani, hogy mindenféleképpen valamilyen tudati felemelkedésről beszélnek a dalok, és egy nagyon picit megvannak bennük azok a problémák, amik a köznapokban szembe jönnek az emberrel, de itt ne gondoljunk egyértelműen például politikára vagy ilyesmire, mert ennél azért mélyebb gondolatok. Az album megjelenése még folyamatban van, hiszen egyelőre még kiadót keresnek, és itt nem állnak meg. Éppen, hogy elkészültek az első album stúdió felvételeivel, már a második felvételeit tervezik. Szóval innentől kezdve aktív résztvevői lesznek a metal zenei életnek. Legközelebb például 29-én hallhatjuk őket a Tititában. A Pécsi Múzeum főleg Vasarely miatt híres. Most fia Vasarely kiállítását láthatjuk a Modern Magyar Képtárban Magyarországon először. A Vasarely Múzeumban korábban is voltak Vasarely művek kiállítva, ezen a tárlaton viszont a művész több alkotása is bemutatásra kerül. A festmények a Vasarely Foundation Aix-en-Provence kollekciójából, Pierre Vasarely Vasarely fia segítsége révén jutott Pécsre, lehetővé téve a művész munkásságának első magyarországi bemutatását. A Spanus Múzeum, Vasarely Múzeum egészen is. Évek óta, 10 éve körülbelül szoros kapcsolatban működik az Aix-en-Provence-i Vasarely alapítvánnyal, amelynek a vezetője Pierre Vasarely, Vasarely unokája. És az egyik ilyen utazáson találkoztam Vasarely műveivel, amelyek ott voltak raktározva az Aix-i múzeumban. És hát az idő megjelenítette azt, előhozta azt, hogy azzal a kéréssel fordultam a Pierre Vasarelyhez, hogy hadd mutassuk be ezt anyagot Pécset. Tudjuk, hogy Vasarely Vasarely fia, Pierre Vasarely édesapja, és a képek pedig segítenek a, ugye Vasarely híres Pécsi Múzeum, Vasarely munkásságának a továbbvitelére adnak nagyon szép példát és nagyon szép kapcsolatokat. Jean-Pierre Vasarely művész nevén Vasarely az 50-es évek elején a párizsi iparművészetén végzett reklámgrafikusként. Szakmája és apja művészete nagy hatással volt az ő alkotásaira is. És Vasarely évtizedekig reklámgrafikusként dolgozott Párizsban. Most Vasarely ugyanezt az utat járta be, és az 50-es évek végén kezdett el alkotni műtárgyakat. Nagyon érdekes, hogy ahhoz a kinetikus irányzathoz kapcsolódott, ami Vasarely az 50-es években igazából kialakított, és abban a stílusban készítette a festményeit, de nem azt az utat járta, mint Vasarely, tehát nem festett elsősorban, hanem különböző installációkat csinált. Az első kerítóteremben lehet látni azokat a nagyon érdekes, vibráló, izgalmas képeket, ahol a néző mozgásával, tekintetnek a változtatásával kezd el megbozdulni a kép. Van egy sajátos, érdekes 4 mozgó elemből álló festmény is, illetve konstrukció, amely viszont egy a kinetizmusnak egy másik irányzatához kapcsolódott, ahol ténylegesen a műben lévő tárgy mozog. Vasarelynak ez a korszaka a 60-as évek közepéig tartott. 60-as évek közepétől 70-es, 80-as években kezdte el azt az analízisét a műtárgynak,
amely arról szólt, hogy mind nagyobb méretben felnagyítja a fotót, ezáltal a pixelek egyre hangsúlyosabbak lesznek és egyre jobban uralkodnak. Most ezt kezdetben még manuálisan, nézetrácssal szerkesztetten tudta megoldani, később a 80-as években fordult a számítógéphez, és a számítógép segítségével készítette ezeket a műtárgyait. De a háttérben egy ikonikus műtárgya a Mona Lisa látható. A Mona Lisának egyfajta sajátos interpretálása nagyon jól végig lehet követni az alkotói koncepciót, hogy egy viszonylag felismerhető, látványhű motívumot hogyan lehet a fokozatos nagyításokkal absztrahálni, ahol már a végén már csak a pigmenteknek a nézetrácsa uralkodik. Próbált a konstruktív, absztrakt, geometrikus festészetet és stílust valahol ötvözni azzal a popárttal, amely szerintem a lelkéhez legalább annyira közel állt, ismerjük a karakterét és ismerjük a stílusát az Ivarának. És hát a Marilyn Monroe az egy tipikus popárt motívum. Szerintem a Mona Lisa is hasonlóan készült, tehát egy ismert, közismert, fogyasztói társadalom szimbólumává váló, jelképévé váló műtárgyat vagy tárgyat, azt analizál és azt egészen más kontextusban mutatja be, mint az eredeti fotón vagy a filmeken például. Ezen a képen például a két korszak ötvöződik, tehát az op art és a pop art. Jól látszik, hogy a különböző nézői szemszögekből az amúgy a kép közepén szereplő pixeles arc az optikai csalódás révén úgymond kimozdul a középpontból. Az Ivarál kiállítás szeptember 20-áig lesz látható a Modern Magyar Képtárban. Most pedig következzen egy kis színház. A művészeti gimi tizedikes drámásainak az Eck Imre alapfokú művészeti iskolában létrejött Holnap című előadására látogattunk el a Pécsi Kulturális Központba. Az tény, hogy az apolválást először velem beszélte meg, nem az anyuval. Nekem tette fel először a kérdést, hogy mi lenne kislányom, ha elköltöznék. Nem szóltam semmit, és akkor elköltözött. Ők most tizedikesek, művészetébe járnak, és azon kívül járnak hozzánk az Eck Imre alapfokú művészeti iskolába, és ott van nekik egy ilyen foglalkozásuk, aminek az a neve, hogy színjáték. És ezen a színjátékra járnak, így már második éve. Most vannak egy, hát mi is van május, akkor most vannak együtt második éve. Tavaly is én voltam velük, én dolgoztam velük, akkor még nem. Az volt a lényeg, hogy létrehoznak ami darabot, ami aztán sikerült, de úgy döntöttünk, hogy ez az év az, amikor így önállóan is megmutatjuk magunkat. Sziasztok, fiak! Miről beszéltetek? Róluk. Aha. Figyeltem is az órán, hogy folyton vihognak, ez normális? Mi sem értjük szerintem. Szerintem kérdezd meg őket. Oké. Sziasztok, Róza! Szia! Mindannyian úgy szoktunk dolgozni itt az Ecken és azon belül, még az Apollón belül, hogy a hozzánk járó diákok, gyerekek a saját gondolataikat és a saját érzéseiket tudják elmondani, és azt tudják közölni a nézők felé, akár a szülőknek, hogyha itt vannak, akár a tanáraiknak, vagy a saját sorstársaiknak. Na, szóval 14 voltam, amikor apa elment. Bejött a szobámba, és azt mondta, hogy ő elmegy, mert neki az úgy jobb.
Van hová, ne aggódjak, egy másik nő, akit majd én is megismerek. Hogy fogtunk jeleneteket, elkezdtünk improvizálni az év elején, ebben az év elején, és ezekből az improkból született az, hogy mondtam, hogy akkor keressünk hozzá még egy olyan szöveget, ami lehet, hogy még plusz tud adni ebbe a jelenetbe. És akkor volt, hogy a szöveg formált minket a jelenetben, de volt, hogy maga a jelenetnek a jelentés tartalma vitte tovább. Egy ilyen fél improvizációs játék született meg belőle, mert vannak benne nyilván ajándékszövegek más, akár novellákból, regényekből, drámákból, és van, amit ők maguk hoznak. Most hirtelen fontos lettem. Nem rájöttél, hogy az anyám vagy. Eddig is fontos voltál. Mert bánod, hogy megszültél. Mit akarsz? Mondd ki. Szégyen. Mondd ki. Szégyen. Mondd ki. Szégyen. Mondd! Nem akarod többet látni! Arabban megjelenik a család, az iskola, az első szerelem, most vannak 15 és 17 év között, az első igazi szerelem, amikor megfogjuk a másiknak a kezét, amikor merünk egy csókot lopni a másiktól. Erről mesélnek nekünk az előadásban. Hát nem bírom már magamat tartani. Mi? Van valami? Mi? Tudod? Biztoságot? Ne! Megbízható vagy? Kitől szerelem? Tőle. Ha van egy ilyen megerőszakolás része is az egésznek. Amiben arra törekedtünk, hogy ne legyen olyan, hogy köthető akárkihez is az erőszakolás, a lány megerőszakolása, hanem hogy úgy jöjjön, mint ahogy egy vihar is jön, hogy lehet, hogy nem tudsz ellene tenni semmit, és meg csak megtörténik. Nyilván nagyon rossz ezt így kimondani, és sajnos ez szörnyű dolog, de hogy ezt, erről beszélgettünk nagyon sokat a gyerekekkel, és az ő mondataik is voltak ebben az előadásban itt, de azokat aztán kivettük, mert nem biztos, hogy pont hogy illettek volna ide, ezért lett aztán egy komplett vihar ennél a jelenetnél. Imádom a vihart! Van néhány Monty Python jelenet is benne, az egyik az a szexóra, ami bekerült, és az is kicsit inkább, ez meg egy kifigurázása az egésznek, hogy melyik az az óra, amit komolyan lehet venni, és melyiket nem. Hogy a gyerekek komolyan veszik azt, hogy minden nap tesi órájuk van, és nem csak egy lébecolás lesz az egészből, hanem hogy tényleg teszek is azért, hogy mozogjak, hogy legyen valami értelme a dolognak, és hát nyilván ezeket próbáltuk meg így elkapni és kiforgatni önmagából, a reális helyzetéből. És akkor született egy ilyen több abszurd órából összeépülő iskolai váz, amit megszakít folyamatosan az otthoni meg nem értés. És igazából egy ilyen helykeresés az, hogy most hol is vagyok ebben a világban. Egy lány köré van fölfűzve, a rózsa köré, Rózsának hívják a delikvenst, és hát az ő történetét követjük végig. Na, sikerült megérteni? Hát, még nem igazán. Szímet, differencia kérdéshez figyel! Vannak okos nők, és vannak szép nők! Okos nők az álhalasz, szép nők a béhalasz! Soha nincs olyan, hogy ám egyszer bé! Soha nem is volt, hogy ám egyszer bé! Most pedig lássuk, hova érdemes ellátogatnunk, ha kulturális kikapcsolódásra vágyunk az elkövetkező napokban. Ajánlunk elején nézzük, milyen kiállítások nyílnak. A Rácz-Aladár Közösségi Ház galériáján Alattyáni Barbara, végzős festőművész szakos hallgató Színeik című kiállítását nézhetjük meg. Bár a Segál kiállítás miatt a Martin Ferenc festmények lekerültek a Martin Múzeum falairól, június 3-ától egy válogatás elérhető lesz a közönség számára a Nick Carden Design galériában.
Május utolsó vasárnapja lesz most, így aztán a gyerekeké lesz a főszerep a hétvégén. A Pécset két helyszínen is csupa szórakoztató program várja őket. Az Expo Center lesz a kiképző tábor, a Zsolnai negyed pedig a Nyugalom szigete. Az Expo-ban lesz nyervkilövő, Play-Doh játszóasztal, bemutatkoznak a tűzoltók, a katasztrófavédelmisek, a mentők, mentőhelikopter bemutatóval. Továbbá lesz állatsimogató, gólyalábak, lengőteke, célbadobás és mindenféle hasonló izgalmas játék. A Zsolnai és az Expo között fél óránként indul majd külön busz. A Zsolnai piknikhez kapcsolódnak majd a vasárnapi gyerekprogramok, de a piknik már szombaton elkezdődik. Itt láthatjuk majd Timkó Bíbor Felfedés című kiállítását, a Művészeti Kar megnyitja műtermeit, elmehetünk egy-két bábelőadásra, valamint a kézműves foglalkozások mellett rengeteg zenei program vár majd ránk. Így 29-én lesz Apnoé és Csík zenekar koncert, 30-án hallhatjuk a Takács Eszter Beat Bandet, Mózes Tamara, Nagy János és Vincent Mascar trióját, 31-én pedig koncertezik majd a Tamás Éva játéktára, a Kéz Petra Quartet, Csemer Boglárka, azaz Bogi, Környei Miklós gitárművész, illetve a Szeptétó Internacionál zenekar. Már nem a piknikhez tartozik, de további zenei programok lesznek a nappaliban is. Itt 28-án a Balaton lép a színpadra, 29-én a Tükezú Elektrik változata, szombaton pedig három egyszál gitáros előadó művész, Duke Bluebeard, Upor András és Zanzinger. A Kodály Központban 31-én délután 3-kor jótékonysági koncertet adnak a Pannon Filharmonikusok a pécsi gyermekekért, Kelemen Barnabás hegedűjátékával kiegészülve. Végül pedig nézzük, milyen új filmek kerülnek a mozikba. Vetíteni fogják a Holnapolis című kalandfilmet, a Poltergeistet, a Bazi Nagy Francia Lagzik című francia vígjátékot, a Dan Conlis című filmet Al Pacinoval, és a Serenát Bradley Cooperrel és Jennifer Lawrence-el a főszerepekben. Ennyi volt már a Pécsi Kör. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is szép napokat!